Sziasztok, Laci vagyok a Tech2-t, nézitek, és ebben a videóban beszélgessünk egy kicsit a cable managementről. Azt is senkinek sem kell bemutatni, hogy milyen fájdalmas lehet, hogyha össze-vissza lógnak kaotikusan a kábelek, akár legyen szó számítógépről, vagy csak az okostelefonunkról és annak tartozékairól. Tök csúnyán néz ki, hogyha nincs egy egyszerű átlátható rendszer ebben, és tényleg össze-vissza vannak a kábelek, és nagyon sokat segíthet egy olyan tartozék, olyan dokkoló, ami elrejti a kábeleket, csak rádugjuk az eszközt, vagy éppen csak rárakjuk, hogyha vezeték nélküli töltésről van szó, és tölti, jól néz ki, és nem olyan csúnya, mintha össze-vissza lógnának a kábelek. Úgyhogy ebben a videóban ezt a kis dokkolót fogom nektek bemutatni, ez az iVapo vagy iVapo-tól érkezett, nem is tudom, hogy kell kijelenteni. És amiről szó lesz itt, hogy mit is kaptok, hogyha megvásároljátok, nyilván, hogy mennyibe kerül, hogyan kell összerakni, és pársni telejéig, hogy hogyan néz ki. Úgyhogy, lássunk neki! Itt láthatjátok magát a dokkolót így szétszedve elemeire. Ezt fogom nektek most így összeszerelni, és bemutatni, hogy hogyan fog kinézni. Beépítjük ezt az Apple Watch töltőt, illetve a Apple Lightning csatlakozóját, és ez a két eszköz lesz, amivel majd használni fogom ezt, és meg is tudom mutatni nektek, hogy hogyan néz ki összeszerelve valóságban. Úgyhogy kezdjünk is neki, rakjuk össze, kezdjük az Apple Watch-nak a csatlakozójával. Ezt úgy kell összerakni, hogy ezzel kezdünk, tehát ezt itt végigvezetjük rajta. És a vége össze is tődött. És hogyha eljutottatok a végéig, akkor van ugye ez a rész, ebbe fog majd kerülni így a vége a töltőnek. Azt így csak egy egyszerűen rakjuk rá. Viszont itt hátul lőjünk arra, hogy a vége az ezen az oldalon legyen. Szinte milliméter pontosan illeszkedik, tehát nem lesz gond azzal, hogy ez ki fog belőle csúszni, nem fog kicsúszni. És van ez a hosszú rész, ezt csak így beletoljuk. Így nincs, ezzel így tulajdonképpen rögzíti magát oda. És ez pedig szépen ide. Ezután már csak annyit kell tenni, hogy alul összecsavarozzuk ezt a kettőt. Azért ne essen szét. Így is tulajdonképpen az Apple Watch-nak a részét már meg is csináltuk. Jöjjön az iPhone-é. Ja, ez lesz maga az a nyelv tulajdonképpen, amin az iPhone támaszkodni fog. Ezt rakjuk is így bele. Szintén csavarozzuk oda. Így, és ha ez megvan, akkor jöjjön az utolsó, maga az iPhone-nak a csatlakozó része. Fogjuk a Lightning kábelünket, legalábbis a végét. Bedugjuk annyira, hogy éppen hogy kilátszódjon így a vége. És ide becsavarozzuk. Annyira kell mindössze belenyomni a csavart, hogy belehúzni, hogy fixen álljon benne a töltő, fej ne mozogjon el, hogyha rádugjuk a készléket. Azért annyira erősen ne nyomjuk bele, hogy nagy véletlen a műanyagban kárt tegyünk, csak mindössze annyira, hogy ne mozogjon benne a kábel. Ha ez megtörtént, akkor már mehet is bele ide. Így, és van kettő ilyen fém odaerősítőnk, ezeket kell még összecsavarozni.
És ha ez megvan, utána már csak annyit kell tennünk, hogy kábeleket itt szépen kivezetjük, és a fedőlapot is rárakjuk. Amin kívül egy ilyen gumis felület van, tehát nem fog csúszkálni nekünk az asztalon maga a dock. És kész is. Hát ugye ezt azért mutattam meg, mivel hogyha megvásároljátok ezt a kis dokkolót, akkor így darabokban fogjátok kapni, és hát így legalább láthatjátok, hogy hogyan kell ezt így összerakni. És akkor nézzük a kábeleket, bedugjuk a áramforráshoz. És csatlakoztassuk a mobilt. És csatlakoztassuk a vacsot. És tulajdonképpen ennyi az egész. Szerintem nagyon jól néz ki, dizájnos. Sokkal egyszerűbben megoldja a töltést, mint hogyha csak egyszerűen a kábelt használnám. Így van egy hely, ahol rá tudom rakni a telefont, és ott állandó jelleggel tudom tölteni. Viszont hogyha elutaztok, akkor azért kell egy plusz kábel, mivel ezt így állandóan kivenni belőle azért nem egészséges. Egyrészt baromi sok időt veszel, másrészt pedig a kábelnek sem tesz jót. Legyen egy külön kábel kifejezetten erre. Egyébként a csomagnak nem része maga a kábel, tehát ezt nektek kell majd bevásárolni. De hogyha csak otthon szoktátok tölteni a telefont, akkor persze nyilván nem kell új kábelt venni ezért. Úgyhogy így néz ki az iVapo-nak ez a kis dokkolója, mely ugye Apple Watch-hoz és iPhone-hoz jó, de csak azokhoz az iPhone-okhoz, melyek Lightning csatlakozóval bírnak, tehát iPhone 4, 4-est semmiféleképpen ne akarjunk egy ilyennel tölteni, nem fog működni. Viszont az iPhone 5-tel és az a fölötti modellekkel teljesen prímán jól működik. Úgyhogy ennyit szeretem volna erről a kis tartozékról beszélni nektek. Az árát megtaláljátok itt, és hogyha megvásárolnátok, akkor pedig a videó leírásában megtaláljátok a linket. Én köszönöm, hogy megnéztétek a videót, Laci voltam, és találkozunk a következő videóban. Szevasztok!